Sziasztok srácok! Szeretném nektek bemutatni a motorom, ő egy Yamaha MT-09-es, te kis Sziasztok srácok! Szeretném nektek bemutatni a motoromat, ő egy Yamaha MT-09-es, kékszínű, háromhengeres, 86 kW-os, 116 lóerős vadállat. Szó szerint egy vadállat, basszus. Motor. Papír szerint 847 köbcenti, 193 kilós, könnyen irányítható, brutális motor. Van benne ABS elől hátul, gyors váltót kapott, de csak felfele, szóval lefele kuplungolni kell. Ez egy nagyon jó dolog, srácok. Van motorokban kipróbálni gyorsváltós motort, akkor próbáljátok is szerintem, mert nagyon jó dolog. Szinte úgy érzi magát ember, mintha egy igazi gyorsulási versenyen menne, amikor versenyez. Nagyon durva dolog. A gyorsulás, hát azt nem is lehet szavakban kifejezni, talán majd beszéljenek a videó részletek. Szinte nem engedi, hogy maga előtt menjen egy kibaszott kocsi, vagy egy kis robogó, vagy motoros. Mindenkit le akar alázni, mindenkit. Nagy kedvencem a hangja, srácok. Amióta lecseréltem a kipufogó rendszert, nagyon durva hangja lett a motornak. Basszus. 1-es, 2-es, 3-as nyerít, üvölt, 4-5-6 bömböl, és 6-osba szét akar robbanni. Nagyon durva. Öreg asszonyok, basszus, a faluban már 200 méterről néznek, hogy mi jön itt, sárkány. Fú, nagyon durva, no? Több minden le lett cserélve a motoron, hogy megfeleljen az igényeimnek és a személyes elvárásaimnak, ami például a két ujjas kuplung és fékkar, a kipufogó rendszer, amit említettem, és hátul a sportrendszám tartó, mert gyárilag a hátsó villától indul hátra fel a hátsó kerék mögé. Hát az ugye elég szarú is nézett ki, és hát nem láttam értelmét meghalni, úgyhogy így szebb is, és sokkal faszában is néz ki a motor. Ahogy lássátok a videón, elől a hűtés kapott ilyen vasrácsot, főleg a kölyöktől védi, és a becsapódó nagyobb bogaraktól. Ne kell ilyen havi szinten sok pénzt beledobni a mociba, új hűtést vásárolni. A tartály kapott ilyen középső gumivédőt, ugye a nadrág és a motoros ruci ne karcol össze a tankot, oldalról is kapott, jobbról-balról szintén. Ez segíti a tapadást a combrésznél, sokkal jobban meg tudod fogni a motort, stabilabb is egész vezetés közben. Utána kapott egy telefontartót, ez nagyon jó dolog, ezt ajánlom mindenkinek, hogy felszerelje a mociára. Most a szlovákiai vereskőnél vagyunk, de hogy is kerültünk ide, azt nem soká meglátjátok. Na srácok, egy újabb meleg nap, úgy néz ki, hogy ma vereskőre megyünk. Az kb. Ott lesz a Kis-Kárpátok közepénél, nagyon szép helyben meglátjátok. Felküldjük a drónt is, reméljük lesznek fasz a kis felvételek. Végre le lesz tesztelve az új kamera is, amit vettem. Ami nem más, mint egy 8-as GoPro Black Edition. Egyből vettem az a 3 batterit, ilyen 3-asi töltőt is, ha nekem 1-esivel töltögetni folyton. Hát. Elvileg ilyen 1 órákat bírnak ki a batterik darabonként, szóval azért el kell az a 3 darab, hogy legyen is valami felvétel, pláne hogyha valamivel messzebbre megyünk a motorokkal. A drón pedig egy DJI Mavic Pro, abból is egy ilyen nagyobb fajta kiszerelés, mivel ami itt plusz elemek és ilyen tartozékok vannak. Thank you.
első vidi egyben egy ilyen teszt videó is lesz, mivel most lesz lepróbálva így együtt a GoPro plusz a diktafon, amit vettem. A diktafon az egy Zoom H1-es, amihez vettem egy hát egész drága mikrofont, mondhatjuk drágának is. Ilyen Rode Lavalier, azt hiszem valami is, ilyen Rode-os mikrofont vettem. A drón az elvileg 2,7K-ban fogja venni a dolgokat, a GoPro-t szintén 2,7K-ra állítottam, hogy némileg egyformák legyenek a videók. Úgyhogy reméljük, hogy minél jobb képminőséget fog lehetni kihozni ezekből az utcokból. Nagyon fasz, a kocsik is lassan mennek. Úristen, vonat. Nem baj. Még jó, hogy motoron vagyunk itt, legalább előre jutunk. Hello. Hello, kocsik. Ó, hogy már jönnek, ha? Hello, cső-cső. Du-du-du-du-du. Jó, legalább ide vagyunk. Menjétek, akarom mondani, menjen hölgyem. Na, elvileg egy ilyen 40 perc is ott vagyunk. Utána vele csapunk a lecsóba, bejárjuk a környéket. Felküldjük a drónt, csinálunk valami fasz a kis videót. Na, jönnek a rendőrök utána. Úristen, mi lesz? Mi lesz? Basszus, nem lehet se előzni se semmit most. Néhány pillanattal később. Vöröskövár a 13. században épült, egész pontosan 1240 körül építette harmadik Béla, magyar királyunk leánya. Pozsonytól nem messze, ilyen 30 km-re található, régen a Pozsonyból Magyarországba vezető utat védte Cseszte település felett, a vár ilyen 340 méter magasan fekszik. Elvileg két legenda is kering a vár építésével kapcsolatban. Az elsőben 12 bölcs tanakodott, hogy hol épüljön a vár. Közülük 11-en a jelenlegi várral szembeni egy csúcsra szerették volna építeni, de a 12. bölcs azt mondta, hogy ott szellemek tanyáznak. Igaza is volt. Jöttek a nagy szellemek meg a tündérek az éleppele alatt, felemelték az előző nap elhelyezett alapokat, és áthordták a vár jelenlegi helyére. Így a 11 bölcs is belátta, hogy a várat arra a csúcsra nem építhetik. Szóval ezek után a vár a jelenlegi helyére épült fel. A másik változat szerint a tündérek választották ki a helyet a vár számára, mert harmadik Béla, királyunk eredetileg a falu keleti felére gondolta, de a falubeliek tanácsára, akik inkább figyelembe vették a tündérek akaratát, akik gondolom építészmérnökök voltak, és megmondták, hogy jól kell felépíteni a várat. Így hát Magyar Béla királyunk leánya hallgatott a tündérekre, és felhúzták a várat a mostani helyére. A vár jelenleg műemlék, Nagybecsben is tartják, felújították, számos rendezvényt tartanak a falai között, udvarán pedig sólymászok is tevékenykednek. Két kört lehet tenni a várban, a nagyobbik kör része a pincerendszer megtekintése is. A pince 72 méter hosszú és 9 méter magas. Érdekessége a magas boltozata, mely a legnagyobb Közép-Európában állítólag. Ha szeretnétek ide eljönni, akkor a vár Győrtől ilyen 200 km-re van, Budapesttől pedig kb. 280 km-re található. Szóval fasz a kis motoros utat lehet erre fel összehozni. Köszi srácok, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videónál. Addig is, sziasztok!